Egyébként már elkezdtem vlogolgatni, csak így felvettem egy pár jelenetet idén, úgyhogy most szépen azokat összerakom, aztán ennyi, folytatjuk az évet! Sziasztok! Boldog új évet! Ma január 7-e van, most már túl vagyok az év első hetén, ez nekem mindig ilyen nagyon antiszociálisan telik ez a hét, most már dolgoztam, 3-án visszamentem dolgozni, úgyhogy 3 napot már benn voltam az irodában, de a délutánokat tényleg csak itthon töltöttem begubozva. Nagyon sok minden van most a Malanióval kapcsolatban, ami miatt egy kicsit stresszes vagyok, de ettől függetlenül nagyon szuperül indul ez az új év. Ma vasárnap van, tegnap meglátogatott minket Domi, beszélgettünk egy nagyon jót, és volt egy kis stratégiai megbeszélésünk a DSA alapítványnak a marketingével kapcsolatban. Rafi kutya nagyon örült a Dominak, mert már elég régen találkoztak. Na de, elmegyünk a Lidlibe vásárolni, mert ilyenkor az első héten én még nem nagyon szoktam foglalkozni azzal, hogy mit eszem, most tényleg össze-vissza kajáltam. Sokszor ilyenkor nem eszek reggelit, mert annyira későn kelek, hogy ebéddel indítom a napot, hát későn az ilyen 9 óra, ugye hát a Rafi miatt nem nagyon tudok ennél később kelni, de én nekem ugye a december az egy ilyen nagyon sűrű hónap szokott lenni. Pihenek, de közben csinálom ugye a YouTube videókat, meg mindenféle extra tartalmat, meg tényleg most a Malanió is ugye nagyon sok időmet nem elveszi, de kitölti. Úgyhogy a december az elég húzós volt, és január szokott lenni az, amikor egy kicsit így leeresztek, elengedek, kimerülök, elfáradok, és ez most is így van még mindig, de jövő héttől már szeretném visszahozni a rendszert az életembe legalább a kaja szintjén, úgyhogy most elugrok a Lidlibe, és bevásárolok. Összeírtam magamnak egy ilyen nagyon alap étrendet, én nem számolok kalóriát, meg semmi ilyesmi, csak hogy legyen egy lista arról, hogy mit fogok enni, és akkor így sokkal könnyebb bevásárolni, mert egyébként meg bemegyek a Lidlibe és összeveszek mindent. Így most tényleg csak az alap dolgokat akarom megvenni, úgyhogy el is indulok, és mindjárt megmutatom, hogy miket veszek. Na, haza is értem, nagyon szuper volt most a Lidli, tényleg minden akciós volt, úgyhogy jó bevásároltam. Vettem egy csomó kaját, ugye meal prephez, és 21 ezer forintot fizettem. Itt vannak a kis zsákjaim, mindjárt kipakolom szépen őket, és megmutatom, hogy mik lapulnak benne. De még előtte gyorsan ezt meg akartam nektek mutatni. Képzeljétek, az egyik kedves feliratkozóm elküldte a Hold naptárát nekem. Guzsik Mohácsi Viktória készítette ezt az éves tervezőt, 2024-es. Ti is meg tudjátok vásárolni, beteszem a linket a leírásba. Ez valami csodálatos, nagyon-nagyon részletes, spirituális, önismereti, öngondoskodási kis kreatív dolgok vannak benne, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik nekem, és hát ugye a Hold fázishoz igazítja az egészet. Maga a tervező része az egyébként heti bontásban van, és a napok fel vannak osztva félórás blokkokra, meg van benne egy pár ilyen önismereti kérdés, amit ki tudsz tölteni. Imádom az ilyeneket, úgyhogy köszönöm szépen. Kaptam még egy terméket tőle, ez pedig ez az örök naptár. Minden napra van egy kis gondolat. Na de, kipakolok gyorsan, és megmutatom nektek. Elővettem a kanadás pulcsimat, ebben nyomultam ma, mert egyébként ma délelőtt már voltunk Egerben, ugyanis megkaptam az árajátot a kútgépészetre, illetve a köműves munkákra, és most azért találkoztunk, hogy átbeszéljük ezeket a dolgokat. Hát nem egy olcsó mulatság ez a víz kérdés, de hát ez ilyen, nincsen más megoldás, mindegy. Hamarosan kezdődnek majd a munkátok azzal kapcsolatban is. Jaj! Na, mutatom. 2 kiló répa, Rafinak és nekem. Kaliforniai paprika, reggelikhez. Humusz, reggelinek répával vagy uborkával. Uborka. Vettem megint kelbimbót. Ezzel még mindig hadilábon állok. Tavaly, vagy tavaly előtt, amikor először megkóstoltam, akkor igazából íz lett. Meglátjuk, hogy most mennyire fog, meg akarom majd szépen sütni sütőben vagy airfryerben. Avokádó, szintén reggelinek vagy vacsorának, pufi rizssel vagy kenyérrel. És ezt nézzétek, az édes burgonya le volt árazva 600 forintra, és ilyen óriási, csodálatos nagy darabok voltak, úgyhogy vettem egy csomót, ez úgyis eláll, és ezt fogom majd az ebédekhez meal prepelni. Pufi rizs, paradicsom, vettem egy csomó sonkát, mert most azt találtam ki, hogy a reggelikhez és a vacsorákhoz majd fogok összeállítani ilyeneket, hogy sonka, főtojás, zöldségek,
cottage cheese ilyesmi, úgyhogy cottage cheese-t is vettem. Ez a 0,8% zsírtartalmú szintén le volt árazva. Nagyon-nagyon olcsó volt most minden. Ez a csirkemál sonka 91% csirkemál hús tartalmaz, ez pedig pulyka sonka, 97% pulyka húsi. Tojás, ezt szoktam venni, ez a 6 darabos, mert hát sokszor megunom a tojást, vagy elfelejtem elkészíteni, vagy nincs kedvem elkészíteni, és olyankor rám szokott rohadni, úgyhogy ezért inkább a 6 darabosat veszem. Remulátszósz, ez elengedhetetlen, bármi van, akkor is kell, hogy legyen itthon. Na de várjatok, ezt nézzétek! Hát mi ez a pofa? Mi ez a pofa? Aztán vettem még 3 ilyen óriási XXL-es görög joghurtot, és az utolsó az pedig darált pulyka. Ez lesz majd a meal prepnek az alapja. Én imádom a darált pulykát, de néha darált marhát is szoktam venni, vagy pedig ezt a marha sertés keveréket. Nem szeretek már húst szeletelni, úgyhogy azért szoktam darált pulykát venni. Néha egyébként megjön a kedvem, csirke mellett már szinte soha nem szoktam venni itthonra, úgy magában, tehát nyers csirke mellett. Ha veszek is, akkor általában ilyen panírozott dolgokat szoktam venni, salátához, ilyesmi. Vagy pedig még esetleg a szűz pecsenye, amit szoktam szelegetni, de azt is inkább ritkán veszem. Ezt imádom, mert nagyon egyszerű, csak belefordítom a serpenyőbe, 10 perc alatt kész van, úgyhogy igazából csak az édes burgonyával meg a Calvin Bowl-val kell majd egy kicsit szórakozni. Na de ennyit vettem. És szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kör volt most így 21 000 forintért, ezzel szépen el tudom indítani a heti meal prepet, meg a Rafik kutya is kaphat egy kis répát, kérek egy dupla pacsit. Jaj, de ügyes vagy. Úgyhogy most állok neki meal prepelni, aztán innen folytatjuk. Yes, I said there was evidence. As soon as we cut him loose, he'll tell Soto. Use that to. Thank you.
to. All I've ever wanted is rent. That whore. És ugye nekem pont az a lényeg, hogy én... Jó, mióta nem volt szegényként meglocsóva, b***d meg, jaj, mindjárt rájuk a van egy-két dolog megbontva, amit nem akarok, hogy megromoljon, úgyhogy szépen most összeütök valami random sütit. Teszek bele mogyi vajat, almaszószt, ilyen krémmézet, egy kis natúrjoghurtot, meg szerintem zablisztet, meg egy kis darált mandulát. Nincs itthon tojásom, úgyhogy nem mag megy bele. Ennyi. Ennyi baj. Krémméz. Ú, de guszta, ez ilyen pisztáciás. Egy 4 édesítő. Rakok még bele sok itt. Idén szeretnék fókuszálni jobban a skincare-re és a haircare-re,
És ugye mivel szeborás dermatitiszem van, ezért az utóbbi hetekben nagyon mélyen beleástam magam ebbe az egész szeborrás mizériába, és találtam egy tök jó kis cikket, amiben fel lehető szinte az összes hatóanyag, meg összetevő, ami ugye ezekben a kozmetikumokban felelhető, és összeállítottak egy fekete listát konkrétan azokról a hatóanyagokról, amit nem szabad használni, hogyha szeborrás dermatitiszed van. Úgyhogy a kutató munkám eredményeképpen végül is a pompomra esett a választásom, ez nem reklám. Tényleg az összes összetevőt elolvastam, egyébként nincsen benne olyan sok egyikben sem. Teljesen természetes, de egyébként a natur kozmetikumoknak is mindenképpen át kell nézni az összetevőit, mert attól függetlenül, hogy rá van írva, hogy natur kozmetikum, nem biztos, hogy nincsenek benne kellemetlen dolgok. De mindegy, nem akarom annyira ragozni, igazából most így összeállítottam magamnak egy rutint, meg egyébként az oldalon is be lehet jelölgetni, hogy mi jellemző a te bőrödre. Hát ugye nekem szeborrám van, azt pont nem lehet kiválasztani a rutinban, de mindegy, mert mondom így, hogy most kitanultam ezt az egészet, így szépen össze tudtam válogatni magamnak, hogy mik kellenek. Ez a Silky Clean, ez egy ilyen olajos arclemosó, egyébként ez nem jó a szeborrára, viszont ezt a kettőt együtt használva, hogyha mondjuk nagyon erős sminket csinálok, ami nálam nagyon-nagyon ritka, mert egyébként hétközben én nem sminkelek egyáltalán, még BB krém sincsen rajtam, na de azokra az alkalmakra ezt a kettőt nagyon szívesen fogom használni. Ez egy tonik, ezt is minden reggel este lehet használni, szemkörnyék ápoló, és ez a Sera Repair krém, ez pedig egy ilyen tápláló arckrém reggelre és estére, és egy hialuron savas szérum. Ezeken kívül egyébként van még itthon édesmandulaolajam, illetve rendeltem avokádóolajat és szőlőmagolajat, mert azok is nagyon jók a szeborrára, meg egyébként is a bőre is, hajra is, úgyhogy azt fogom még szépen beilleszteni a rutinomba, és az avokádóolajról azt olvastam, hogy enyhe fényvédő hatása is van, úgyhogy azt fogom szépen használni fényvédőnek, illetve aloe vera gélt is rendeltem, abból fogok majd szépen készíteni hajmaszkot, és összeírtam egy ilyen skin és hair care rutint. Ó, hát és a maszkom? Hát rendeltem egy maszkot is. Na mindegy, lehet akkor azt elfejtettem megrendelni, de van egy maszk még, amit meg szerettem volna rendelni itt a pompomtól. Ez egy ilyen arcmaszk, niacinamidos és BHA. Ugye az AHA nem jó a szeborrára, csak a BHA. És a Fate in Nature rozmarin samponját rendeltem meg. Ez SLS-mentes, meg mindenmentes, nagyon kevés tényleg az összetevő benne. Nyilván ez sem 100%-ban természetes, mert a 100%-ban természetes az az, amit itthon elkészítesz, de hát azért annyira nem vagyok még profi. Hajvégekre szőlőmagolajat fogok majd tenni. A maszkhoz pedig majd ezt a gélt fogom használni, szintén szőlőmagolajat és levendula eszenciális olajat, illetve van még itt egy recept, ez pedig mandulaolajjal és szőlőmagolajjal készül. A kókuszolaj például, illetve a ricinusolaj szintén nem ajánlott, hogyha szeborrás a bőr, ugye nekem inkább a hajamon szokott ez kijönni. Úgyhogy ennyi a kis skincare haul most. És hát nyilván még rendeltem ilyen Heatless Curl kis dolgokat. Ezeket még nem tudom, hogy fogom majd használni, mert ugye még annyira nem hosszú a hajam, most egy kicsit növeszteni szeretném. Addig, amíg meg nem unom és levágatom, de mindegy. De ezt akarom majd kipróbálni szépen, hogy hullámos legyen a hajam, és akkor nem kell majd használnom hajvasalót, mert egyébként én használok hajvasalót minden reggel, de tényleg csak ilyen nagyon óvatosan, gyorsan átszaladok a hajamon, csak azért, mert ami samponokat eddig használtam, azokkal minden az volt a baj, hogy kiszárította a hajamat, mint az állat, és eddig üriást használtam, amit szintén még a mai napig nagyon-nagyon szeretek. Anyának a rozáceás bőrére találtam egyszer, és azóta hűségesen vásárolja anya is, én pedig ugye a szeborrás termékcsaládját próbáltam ki, ami szintén nagyon-nagyon jó, viszont sajnos most elolvastam az összetevőit, és vannak benne olyan dolgok, amik rajta vannak a fekete listán, illetve nem teljesen természetes hatóanyagok is. Ettől függetlenül meg fogom tartani nyilván az üriázsos termékeimet, meg használni fogom, hogyha úgy adódik, hogyha mondjuk belobban a szeborrám, de most az a cél, hogy szépen természetes kozmetikumokat használjak, és természetes hajápoló dolgokat, úgyhogy most megyek és megszárítom a hajamat, de majd egyszer akarok venni egy ilyen nem forró levegős hajszárítót is, addig meg keresek majd valami természetesebb alapanyagú hővédőt. Ezt a bio mandula olajat vettem az Eco Family-ben. Megcsináljuk az új skincare rutint.
ezt a kis készüléket anyától kaptam. Segíti a hatóanyagok felszívódását elvileg. Ennyi.